Püspökladányban 1919. augusztus 13-án született Szabó Józsefné Irénke néni, aki már 72 éve él Karcagon. A 102. születésnapján az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, a polgármesteri hivatal részéről dr. Zsámbeliné Kovács Mária anyakönyvvezető köszöntötte őt. Kicsit meg vagyok hatódva, mert körülbelül fele annyi idős vagyok, mint Irénke néni. És én nagyon-nagyon ritkán találkozom olyan jókedélyű, jó egészségnek örvendő karcagival, aki 100 vagy 100 év fölötti. És én további jó egészséget kívánok itt a család és természetesen a város körében, és remélem, hogy lesz még lehetőségem sokszor találkozni Irénke nénivel, ilyen vidáman, egészségben és ilyen boldogan. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Karcag legidősebb lakója ma is nagyon aktív, keresztrejtvényt fejt és felnőtteknek készül, színes kifestővel tartja kézügyességeit aktívan. Püspökladány születési vagyok. Ott éltem a háború minden borzalmait, és amikor ezek mind elmúltak, férjemmel együtt meggondoltuk, hogy valahol elkezdjük az életünket. Hát akkor a kicsi fiam körülbelül másfél hónapos volt, de volt egy 7 éves kislányom, aki már iskolás volt. Kerítettünk egy sávszekeret, felpakoltunk és elindultunk az útra. Még azt se tudtuk, hol kötünk ki. Megérkeztünk Karcagra, és elhatároztuk, hogy itt fogunk letelepedni. A Kígyó utcán kaptunk egy albérletet. Ott kezdtük el a karcagi életünket. Idézi Irénke néni, akinek apja sok könyörgés árán engedte meg, hogy női Szabónak tanuljon rajzkészséget és kézügyességét, már iskolásként felfedezte tanára. Szigorú erkölcs volt akkor még abban az időben, amikor én növekedő gyermek voltam. És az erkölcsi életet nagyon szigorúan vették, és úgy gondolták, hogy Ladányban van, nem csak Ladányban, hanem az a akkori életnek ez volt a törvénye, hogy a lányok azok maradjanak otthon, tanuljanak főzni, sütni, családot nevelni, és eltartani a férjet, hogy az nyugodtan tudja megkeresni a családjának azt, amit kell. És a fiúk, azok igen, azok mehettek tovább tanulni, akár az édesapa szakmájába, vagy pedig egy külön szakmába, vagy ha olyan gazdálkodó ember volt, akkor a földeket, az állatokat nevelése, meg a földnek a rendbetartása, szántása, vetése. Szóval mindenki a saját szakmájába helyt álljon, de a lányoknak nem szabad volt elhagyni a város faluját. De hát Irénke nénének sikerült, hiszen nagyon ügyes tetszett lenni. Csak én tudom, hogy mennyit könyörögtem, én szenvedtem, mert szembe velünk lakott egy női Szabó. És én oda sokat átjártam. Jóba is voltunk, és szeretem nézni, hogy is készül egy ruha, hogy csinálják, hogy szabják, hogy állítják össze. És annyira megszerettem azt a szakmát, és úgy szerettem volna én is magamnak egy szép ruhát vagy másnak varni. És könyörögtem édesapámnak, hogy adjon engem tanuló lánynak. Hát sokáig tartott, míg beleegyezett. De ilyen szigorú kikötése volt az én édesapám, nem csak úgy elmegyek és tanulok, és annak lesz ára. Na, mi volt az ára? Az ára az volt, hogy én nekem ki kellett járni a 3 éves tanonciskolát, sikeresen levizsgázni, letenni a 2 éves segédévet, és aztán szépen tanulni tovább, hogy megszerezzem a mesterlevelet.
De hát gondolom, hogy ez sikerült. Itt hallottuk az előbb. Sikerült. Itt hallottuk az előbb, amikor polgármester úr itt volt a beszélgetésben, hogy nagyon örömmel újságolták a lányai is, hogy mindig gyönyörű ruhákban jártak, meg a menyasszonyok is mindig önhöz jöttek. Nehéz volt egyedit varni? Én mikor sikerült nekem itt Karcagon úgy elhelyezkedni, hogy meg is volt már a kuncsot köröm, és elég hamar megszereztem a kuncsaftjaimat, meg voltak elégedve a munkával, és egyik fiatala volt a másik, és következtek a férhez menések. És bizony sok mennyasszonyi ruhát megvartam. Amikor a lányainak vart, vagy utána esetleg a mennyének, unokáknak, mennyire próbált mindig egyedit varni, hogy az ő személyiségüknek megfelelő legyen? Azt ők feladták nekem. Nem én választottam nekik, ők már tudták, hogy ők mit akarnak, és ha nem úgy csináltam meg, abban nem egyeztek bele. Nem szerettem, hogy meg akkor jöttek divatba a minik, a térdigérők, a lábzár középigérő, meg a jó, mélyen kivágott ruhák. És az én kislányaim is szerettek volna, ugye. És én, én sokkal többet kínlódtam velük, mint a kuncsaftjaimmal. Nem baj, ezek már most megszépültek. Nem akartam elégedni abba, amit én szeretnék, csak amit ők szerettek. Hát ezek már az emlékek megszépültek, de mennyire tölti most ki a mindennapjait a kézügyessége, hiszen itt láttunk gyönyörű dolgokat, amit még most is tetszik csinálni. Én nekem, mikor iskolás voltam, 6. osztályos voltam, azt hiszem, és ott már az iskolában, az iskolai szünetekben, mikor közben szünetek voltak az órák között, a gyerekek, a többiek kimentek az utcára játszani. Én elővettem a kis papírkámat, a ceruzámat, és elkezdtem rajzolni. És néha olyan gyönyörűen sikerültek a rajzaim, hogy a tanárnőnek is feltűnt. És elment édesapámhoz, és mondta neki, hogy papbácsi kedves, ezt a kislányt jó volna, ha tovább tanítatná. De nem egyezett bele. Mondja Irénke néni, akinek 4 gyönyörű unokája és 5 dédunokája van. Kiválatott kedvenc nincs, mindegyiket nagyon szeretem. Aranyos, drága, kedves, intelligens, okos gyerekek. És mindenki szeret engem. Hát egyébként is egy szeretetem méltó személyiség tetszik lenni. 100 évesen azt tetszett mondani, hogy a 105 évet tetszett megcélozni, viszont itt hallottuk, hogy azért a születésnap után volt egy kis ajándék, egy kis hosszú repülőút Dubájba. És most úgy tudom, hogy még azért egy egyiptomi út nagyon, nagyon benne van a bakancslistában. Nem tudom, de azt hiszem, hogy erre már nem igen tudok vállalkozni. Ez már egy kicsit hosszú. És miért pont Egyiptom? Itt az előbb tetszett mondani. Mert mindig szerettem az egzotikus országnak a szokásait, meg szerettem róluk olvasni, és a művészetük, ahogy fejlődött, és rajzoltak, és szóval szerettem ezt az egyiptomi életet, ami már úgy elképzelésbe, vagy olvasni, vagy tudni róluk, hogy hogy írnak. És ezt az én unokám nagyon tudta, hogy én ott nagyon szeretem. És azért jött az ötlet ide, fel is ajánlotta ezelőtt, 20-30 évvel, hogy kivisz itt az édesanyja, ő az édesanyja. És akkor kellett volna kimennem.